Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. 2023. október 30-ai hétre fogom kihúzni azt a bizonyos hétlapot, amit általában minden héten megteszek. El vagyunk ezen a héten valószínűleg egy picit magunkban, a csendességünkben. Ne felejtsük el, hogy itt az október 30-ai nappal kezdődő héten lesz halottak napja, minden szentek. És ez egyszerűen csak egy olyan élményfaktort hozhat, ami az elcsendesedésre, a magunkba fordulásra is adhat okot. De azt ugye nem tudhatjuk, hogy adott esetben milyen lapokat fogok húzni, de az biztos, hogy szerintem azért a cigánykártya is megsegít minket abban, hogy ezt a kicsi pihenős, egy nappal több pihenőnapot tartalmazó periódusunkat valamilyen formában jól megéljük, és ebben föl tudjunk töltődni. Úgyhogy essünk is neki annak, hogy nézzük a hét lapjait. Ahogy megszoktathattátok, értelemszerűen hétfővel fogok kezdeni. Itt van a bosszúság lapja a hétfői napunkra. Ugye ez október 30-a, alapvetően a bosszúságlap ugye nagyon sokszor adhat félreértésre okot, mert sokszor, és sokan gondolják azt, hogy jaj, valamiféle kár ér, kellemetlenség jön, probléma. Pedig egyébként a bosszúságlapnak amennyire van kevésbé jó, annyira van pozitív oldala is. A bosszúság értelemszerűen is elvitathatatlanul magával hoz valamiféle kellemetlen, nyomasztó hangulatot, és olyan tényezők kerülhetnek elő, amik hát nyilván nem adnak mosolyra okot, de azon kívül, hogy nyilván érzelmeket fog belőlünk kiváltani néhány körülmény, akár a szomszéd, a munkahelyünk, a házastársunk, vagy éppen a gyermekünk, de nem szabad, hogy a belőlünk valamilyen formában előtörni vágyó frusztráció, harag, düh, tényleg ki is tudjon jönni, és valakire ezt ráömlesszük. Én amondó vagyok, hogy próbáljunk meg elcsendesedni, tényleg magunkba húzódni, ne hagyjuk azt, hogy ez az esetlegesen elkezdődő frusztráció, harag tényleg elharapódzon, és valakibe ezáltal belemarjunk, mert azt gondoljuk, hogy ő tehet valamilyen problémánkról. Igen, az, hogy földühít valami, az, hogy valamilyen körülmény nem lesz számunkra kedvező, hogy olyan tényezők lesznek, amik inkább nehezítők, mint segítők. Igen, ilyen is előfordul, sőt, ilyen is van, tehát nem is szabad azt gondolni, hogy á, ilyen nincs, de a bosszúság lapja pontosan fölébresztett minket abból az állapotból, hogy miért jött a bosszúság? Azért jött, hogy lássunk egy adott helyzetet, végre elhúzódjon a függöny, és valamilyen formában tanuljunk abból az adott helyzetből. Úgyhogy a különféle kapcsolatainkban támasztott elvárások és remények és vágyak ezen a napon mondjuk egészen bizonyosan nem fognak teljesülni, és pontosan ez is hozzávezethet minket ahhoz, vagy közelebb vihet ahhoz a célhoz, hogy megértsük, hogy a mi véleményünk nem feltétlenül lesz azonos mások véleményével, sőt, minél jobban tartogatjuk a kis véleményünket, és kiállunk mellette, és szajkozzuk, lehet, hogy annál nagyobb problémát idézünk elő valójában magunknak, és nem feltétlenül a másik félnek. Valójában egyébként szerintem ennek a lapnak a legeslegfontosabb üzenete maga a tanítás, hogy azért hívja fel az élet a figyelmünket valamilyen kellemetlen helyzetre, tényezőre, életkörülményre, hogy vegyük már észre, hogy arra nekünk nincs szükségünk, vagy azon módosítani kell, mert hogy ezáltal fejlődhetünk, és nyilván a személyiség és jellemünk, jellemfejlődésünket idézhetjük azzal elő, ha felfogjuk, hogy mi az, ami számunkra nem jó. Na ezt bár egy kicsit talán úgy érzem, hogy túlbonyolítottam, de azért remélem, hogy követhető voltam. Ami biztos, hogy a hétfői napunk valószínűleg nem lesz konfliktusmentes, de az, hogy valamilyen napunk nem konfliktusmentes, az nem is jelenti azt, hogy feltétlenül rossz. Lehet, hogy pont azért akad majd valami tényleg az utunkba, hogy ezáltal megváltoztassunk valamilyen körülményt. Nézzük a keddi napunkra húzott lapot, ez pedig a bíró. Mindig el szoktam mondani, és ez most sem marad el, ugye a bíró az az égi igazság és justícia szó szerinti földi helytartója, és ha megnézitek, ugye a jobb felső sorokban ott is van justícia, tartja is a mérleget, próbálja is kiegyensúlyozni a mérleg nyelvét, és
gyakorlatilag általában személyt jelölő lap valaki olyan, aki a segítségünkre van, de föltárja az igazságot. Nyilván az igazság az nem mindig öröm, az nem mindig mosolyra fakasztó helyzet, de magának a bírónak azért általában szokott köze lenni valamilyen formában a joghoz, jogszabályokhoz, a rendezettséghez, a tisztességhez. Úgyhogy érdemes elővenni azokat az ügyeket, amiket valamilyen formában ugye jogi jellegűnek tudunk tekinteni, akár egy szabálysértésről, vagy a szomszéddal való problémáról legyen szó, vagy lejárt a jogosítványom, stb. Tehát nyilván millió ilyen szituáció és élethelyzet adódhat. A nagy kérdés az az, hogy hajlandóak vagyunk-e a tisztesség útján járni, mert akkor nem érhet probléma, és ezt az élet és a sors meg fogja hálálni. Ha viszont letérünk a tisztesség útjáról, akkor meg ne csodálkozzunk azon, ha valamilyen számonkérésnek leszünk részesei, úgyhogy bölcs, józan felismeréseket kívánok erre a keddi napra. Szerdára húztam a pénz lapját, ez az a bizonyos november 1-e, ami egyébként november 2-ával egyetemben ugye nagyon fontos számunkra, hogy megemlékezzünk a halottainkról, megemlékezzünk azokról a lelkekről, akik már nincsenek velünk, és ugye megemlékezzünk történelmi hagyományok szerint is a mindenszentekről. Alapvetően a mélyen meghúzódó folyamatai ennek a pénzlapnak ugye nagyon sokszor nem maga a pénz, nem maga a javak, vagy a vagyon, vagy adott esetben ennek a hiánya, hanem alapvetően ugye nagyon-nagyon sokszor inkább a bőségre szeretném fölhívni a figyelmet. Mert hogy a bőség valamilyen formában meg fog jelenni ezen a napon az életünkben. Ha más nem, fölemlegetjük a szeretteinket, akik már nincsenek velünk, jópofa sztorikat mesélünk egymásnak, és ugye ezzel egy pozitív értelembe vett bőséget idézünk elő. Én szeretett nagyapámat szoktam egyébként ezen a napon mindig fölemlegetni, mert olyan jó ízűeket tudtunk vele kacagni. Én viszonylag még kicsi voltam, amikor ő meghalt, de egészen pontosan emlékszem arra a fantasztikus jellemre, arra a tartásra, ami neki volt. És ma már nem sírok utána, hanem ma már nevetek azokon a fantasztikus élettörténeteken, amik ilyenkor eszembe jutnak. És nektek is azt kívánom, hogy nyilván, ha valaki sírni akar, tegye meg, mert ugye az egy remek elengedési folyamat. De egyébként bátran hozzatok elő örömteli emlékeket, akár fizikai formában, akár megemlékezés szintjén sztorikat, és emlékezzetek, és bőségesen emlékezzetek arra, hogy kivel milyen volt akkor, amikor még itt volt köztetek. Nyilván visszatérve a nagyon materiális oldalára ennek a történetnek, persze a pénz jelezhet valamilyen formában pénzt is, a pénz megvalósulását, az anyagiaknak a létét, a kiaknázási lehetőségét. Úgyhogy ha valamilyen tippet, ötletet, lehetőséget kapsz pont ezen a napon, valaki pont ezen a napon találkozik veled, megkérdez valamit tőled, mit gondolsz erről, van-e kedved csatlakozni, hát őszintén szólva azért gondolkozz el rajta, mert lehet, hogy mind rövid vagy akár hosszú távon, még akár valami tök jó ki is sülhet ebből a történetből. Csütörtök, féltékenységlap. A féltékenységlap is tulajdonképpen meglehetősen sokrétű, és általában ugye a hétköznapi életünkben úgy szoktuk megélni a féltékenységet legtöbbször, hogy van valamilyen emberi kapcsolatunk valakivel, leginkább párkapcsolatunk, és egy harmadik fél féltékenyként tekint erre a kapcsolatra, irigykedik, mert ugye nekünk van. De ez csak egy abszolút, csak egy pici cikkelye az egész körnek, mert ugye a féltékenység az fakadhat belülről is, tehát ne felejtsük el, hogy mi magunk emberek, akik hallgattok, ti is lehettek féltékenyek, és ugye lehet külső személy, aki valamilyen bennünk meglévő jó tulajdonságra, szépségre, külcsínyre, tulajdonra valamilyen formában irigykedik. Ugye azért a féltékenységgel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy az mindig egy olyan érzelem, amit az érintett fél valakitől várna, vagy vágyna, de nem kapja meg. Tehát valamilyen olyan helyzet, ugye ez lehet figyelem, szeretet, gyengétség, tehát valami, amit szeretnék, de nem kapok meg, mert nem rám irányítja ezt a fajta figyelmet és odaadást. Ugye ez egy energiahiány, és ugye ebből fakadóan ő próbál abból táplálkozni, hogy vágyakat indít el,
velem szemben, másokkal szemben, hogy ugye hát, ha ő is megkaphatja azt a fajta életélményt, amiben nekem, nektek részetek van, de sose felejtsétek el, hogy ez egyébként fordítva is működik, tehát mi is tekinthetünk másokra, mások boldogságára, mások felemelő pillanataira, nagyon-nagyon irigykedve, féltve, féltékenykedve, és egyébként ugye nyilván itt a célpont bármi lehet, vagy bárki lehet, tehát nem feltétlenül csak, ugye megint csak oda térek, viszont nem feltétlenül párkapcsolatokról beszélünk. Nagyon fontos, hogy a féltékenység az egy olyan, szerintem mindenképpen egy nagyon-nagyon negatív érzelmi gócpont, ami iszonyatosan tudja uralni a gondolatot, a szívet, a lelket, és nagyon-nagyon rossz irányba terelhet embereket. Tehát aki féltékenységgel próbál együtt élni, mindegy, hogy oka van rá vagy sem, az szerintem nagyon rosszat tesz magával, mert hogy kialakulhat egy olyan típusú vágy ösztön, amit ugye muszáj elfolytani magunkba, de közben ez belül ugye tombol, örjöng, tépked, szaggat, és ebből akár ugye először lelki fájdalom, aztán később akár egy valamiféle fizikai fájdalom is kialakulhat. Épp ezért, ha ugye mi magunk esünk abba a csapdába, hogy féltékenyé válunk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy idejekorán felismerjük ezt a fajta helyzetet, és megpróbáljuk a motivációnkat megváltoztatni. Lássuk azt be, hogy nagyon-nagyon-nagyon nincs rendjén az, amit csinálunk, és próbáljuk ezt a negatív energiát valamilyen formában agyonütni, és ellehetetleníteni. Ha viszont tényleg azt érezzük, hogy nem mi vagyunk azok, akik ezt a fajta energiát gerjesztjük, hanem velünk szembe áll fenn ez a hatás, akkor ne engedjünk a csábításnak, ne menjünk bele egy olyan helyzetbe, hogy visszavágjunk, vagy ellehetetlenítsük a másik felet, vagy valamilyen formában az erőnket fitoktassuk, hanem próbáljunk meg eltávolodni az illetőtől, ugyanis az ő általa a gerjesztett energiák ugye elvitathatatlanul és elkerülhetetlenül hatnak ránk, viszont ha beleállunk, és ugye adunk, tehát még adunk is egy kis benzint, egy kis gyújtóanyagot a már amúgy is égő tűzhöz, akkor az nagyon kellemetlen véget érhet, és akár egy durva konfliktusba is belemehet. Ha viszont eltávolodunk ugye ettől az embertől és az általa gerjesztett energiáktól, akkor ilyen valószínűleg, legalábbis az én tapasztalatom azt mutatja, hogy ilyenkor ugye én kivonom magam ebből a helyzetből, és ő ugye nyilván ott tubzódhat a saját kis negatív energiáiba, de addig sem engem piszkálgat a kellemetlen élethelyzetével. Szóval mindenki főjön csak a saját levébe, de ha valamilyen formában tapasztaljátok ezt a féltékenység élményt, akár magatokban vagy másokban, igyekezzetek elfolytani. A házasság lapja érkezett meg méghozzá péntekre, ugye ez már november 3-a. A házasság lapja mindenképpen ugye ránézésre és valamilyen felemelő, ígéretes, örömteli élethelyzetet jelez, az összetartozásról, a stabilitásról, a kiszámíthatóságról, és én a magam részéről mindenképpen azt mondom és azt üzenem, hogy ugye ez lehet egy szerződéskötés, egy megállapodás, valamilyen olyan élethelyzet, amiben nyerünk, és mindenképpen nyerünk akár pénzt, akár egy jó állást, vagy egy hosszú távú megbízást, mondjuk a vállalkozásunk részére. Tehát érdemes egyébként tényleg hegyezni a füleket, és tágra nyitott szemekkel járkálni körbe-körbe, mert egészen érdekes dolgokat fogunk tudni tapasztalni pénteken, úgyhogy hallgassunk meg minden javaslatot. Ugye a házasságot ugye általában úgy tekintjük, hogy ez egy felbonthatatlan égi szentség, egy egység létrejötte, de hát tudjuk, hogy azért a házasságok sem feltétlenül tartanak örökké, viszont ami ezen a napon nyilván egy házasság lap energiája alatt születik, az egyébként hosszú távon és tartósan eredményt fog hozni. Ha például valaki egyébként céget alapítana, összefogna valakivel, létrehozna bármilyen szövetséget, igen, ezen a napon tegye meg, de legalább a megállapodásig jussatok el. Szombat, ellenséglap. Az ellenséglapja mindenképpen egy nem örömteli érzelem, és vigyázat, mert amennyire lehet külső személy, ugyanúgy, mint ugye akár a bosszúság esetében is ugye azt okozhatja külső személy, akár a féltékenység esetében ugye okozhat problémát a külső személy, de az ellenséglap esetében is se felejtsük azt el,
hogy ugye mi magunk is lehetünk saját magunk ellenségei. Mert hogy gyakorlatilag mit kapcsolunk az ellenség szóhoz érzelemnek? Harag, gyűlölet, frusztráció, irítség, féltékenység, félelem, kétség, negatív vágyak, tehát olyanra való vágyakozás, ami nyilvánvalóan nem egy jogos vágyakozás. Maradjunk annyiban, hogy az ellenség lap képes belőlünk kihozni a legrosszabbat. Ugye akár azért, mert valaki velünk ellenséges, és hasonló stílust veszünk föl, vagy egyszerűen mi válunk valakinek az ellenségévé, és sikerül őt mondjuk tényleg valódi ellenségét tenni azzal, ahogy megszólalunk, ahogy megnyilvánulunk. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezzel a szituációval. Erre mondom azt, hogy ezen a napon, nyilván itt szombatról beszélünk, tényleg mindenki maradjon csendben. Ha jön a szomszéd, bocsánat, a hülyeségével, bólogassunk, beszéljük meg máskor. Ha a családból keres meg minket valaki, valami égbe kiáltóan, botor dologgal, ugyanúgy mondjuk azt, hogy figyelj, nem ez a pillanat, ezt beszéljük meg egy hét múlva, két hét múlva, valamikor máskor, hogy átgondolom, de nem a... Tehát, hogy ne egy olyan napon kezdjünk el ugye egy ilyen ellenség energiával dolgozni, amikor alapvetően ugye az ellenség lapnak az energiája, az alapenergia, és akkor még ráteszünk egy lapáttal, csak rosszabb lesz a helyzet. Nem, azt mondom, hogy bármilyen rossz hír, bármilyen negatív energia, bármilyen sértés érkezzék, a legjobb, hogy ne, hogyha nem reagálunk rá, és egyszerűen bedugjuk a fejünket a homokba, és cuccpolitikát folytatunk. És az utolsó lapunk vasárnapra az a gondolatlap. A gondolatlap nagyon sok különféle értelmezéssel bír, de legfőképpen azt mondom, hogy valamilyen emelkedett gondolatot, ötletet, lehetőséget, kiteljesedő szellemiséget, fejlődő dolgokat mutat, akár ugye a szellemi horizontunk tágulását is jelezheti. Ami biztos, hogy ne felejtsük el, hogy ugye a gondolatlap az állapot, amikor már áttevődik ugye a fejünkben topzódó ötlet vagy ötletek valamilyen formában az értelem síkjára, és elkezdünk ugye gondolkodni valamin, és tervet szövünk, tematikát állítunk föl, kitaláljuk, hogy mit szeretnénk csinálni, hogyan szeretnénk csinálni. És ugye nagyon fontos, hogy ettől még racionálisnak kell maradnunk, józanul kell cselekednünk, jó alaposan meg kell terveznünk mindent, és úgy kell keresnünk a megoldást, hogy az tényleg egy tisztességes, becsületes megoldó kulcs legyen, és mindenki számára megfelelő legyen, ne csak önző módon a saját számunkra. És a gondolatlap, még egy utolsó gondolat tőlem, ugye amit gondolsz, azt megteremted. Tehát vasárnap nagyon fontos lesz az, hogy tényleg próbáljunk meg jó dolgokra koncentrálni, jó dolgokra figyelni, és valamilyen formában olyan dolgokat létrehozni, ami tényleg ilyen pozitív, felemelő, örömteli történet, meg is alapozhatunk dolgokat, mindegy, hogy mit, bármit, akár egy új barátságot, egy új üzletet, egy új vállalkozási formulát, bármit. Tehát gondolkodjunk, mert nagyon sok pozitív gondolat pattanhat ki a fejünkből vasárnap. No, nekem mindösszesen ennyi mondani valóm volt erre a hétre. Legyetek jók, örüljetek annak, ahol vagytok és amitek van, és ha egyébként külső segítségre vágytok, akkor bátran keressetek meg a plusz 3673 1161 25-ös számon. Személyes konzultációkat Budapesten a Calvin téren tartok, online pedig szinte folyamatosan elérhető vagyok. A legjobbakat kívánom!